szép jó estét, vagy reggelt, vagy pedig napot. Attól függ, hogy mikor látják a Zenevonat legújabb adását. Tudják, de mostanság azért a megújult műsorban el szoktam volt mondani, hogy a Zenevonatnak három lába van, de a mai vendégemnél ez a tézis megdől. Mert azt szoktam volt mondani, hogy fiatal föltörekvő zenészek, legyen ők Szolnokról, Szolnok megyékből, vagy az ország bármelyik pontjáról, mint hogy voltak egyébként a Pink Panthers, akik ugye bejutottak már a dal középdöntőjébe, úgyhogy szurkoljanak nekik, szolnoki kötődésű fiatal emberekkel megtűzdelve, illetve sztár vendégeink is voltak, P-Mobil, Kartágó, sok-sok adásunk van az elmúlt hónapokban, illetve a másik láb pedig az, amikor különleges zenével, vagy pont nem a Zenevonathoz közelítő zenével foglalkozó énekeseket hívok meg ide a műsorba, de hát a zenét művelni az egyik legjobb dolog, legyen az akár operett is. Márpedig ő ennek az operettnek az egyik nagyművelője, az Operett Színház fiatal művésze, színésze, szolnoki kötődésű, és még Szegeden végzett a Juhász Gyula Tudományegyetemen, de hogy mit, és hogy hogy került olyan messzire az énekléstől, énekléshez mindjárt kiderül, a vendégem Laki Péter. Szia Feri, köszöntöm a nézőket. Én köszönöm, hogy itt vagy, Petikém. Hát olyan elegánsan jöttél be, hallod, hogy egyből levettél a lábamról, mert elárultjuk a nézőknek, hogy a fiamnak pont ilyen öltönye van, és amikor megláttam rajtad, akkor majdnem összekevertelek. Nagyon jó ízlése van a fiadnak, abban abszolút azt tudom, hogy mondani. Igen, beszéltük, hogy neki is ilyen öltönye van. Hát igyekeztem magamat úgy ebbe a hacukába vágni, hogy méltón jelenjek meg itt a műsorban. Szolnoki kötődés mondtam, tehát te is Szolnokról indultál, és akartalak egy kávéval megkínálni, de mondhatod, hogy apánál ez már mind megtörtént. Így van, édesapám most délutánra járt dolgozni, és direkt beszéltem vele reggel, délelőtt, és akkor említettem neki, hogy a műsor előtt mindenféleképpen benézek hozzá, ő egyből főzött, mit kérsz, stb. Bableves, krumplis tészta, és akkor mondtam neki, hogy később reggeliztem, de mondom, egy kávét azért megihatunk, és meg is ittuk. Természetesen csomagolt ételt, ahogy azt ilyenkor szokás a szülőknek, mert hogy nehogy elhaljon a gyerek Budapesten. Úgy van, ismerős a történet. És abszolút, aranyos volt. Mikor voltál utoljára? Én ugyanígy vagyok, amikor a nagyfiam jön, az mindig egy ünnep, és pont így, hogy most sült kacsa, vagy csirkepörkölt nokedli, vagy húsleves egyebek. Milyen sűrűn vagy itthon Szolnokon? Általában egy hónapban azért egyszer hazajárok, vagy haza szoktunk járni, most már úgy mondom, nem a párom. Pont múltkor volt egy interjú, és említettem a riporter hölgynek, hogy azért szoknom kell még nekem azt, hogy mennyasszonyom, bár már több mint egy fél éve történt a történet, de a mennyasszonyommal, most már így mondom, azért egy hónapban egyszer haza szoktunk látogatni. Ugye én szolnoki vagyok, ő pedig balatonalmádi kötődésű, és akkor hol ide megyünk, hol oda megyünk, hát a két település között azért van 250 kilométer, ha nem több, de vagy körülbelül annyi. De megpróbálunk azért mind a kettőnk szüleihez egy hónapba egyszer, maximum kétszer azért haza találni, és pláne abból is kifolyólag, hogy még a nagyszülők is hál' Istennek élnek, tehát hogy mindenféleképpen fontosnak tartjuk azt, hogy meglátogassuk őket, hát mondjuk meg addig, amíg lehet. Így van. Ez tényleg jó gondolat, és szívemből szóltak ezek a mondatok. Hát tényleg az a baj, én is majdnem így látom, ez a havi egy történet, az kevés, vagy hát olyankor, akkor vagy félúton, vagy akkor örömmel megyek én is föl, és akkor ott szoktam lenni. De erről a kis apró közös pontokról. Szóval suliba, itt jártál a Széchenyin, drámatagozatos? Így van. Hát a színpaddal való kötődés az tényleg gyerekkor óta megvolt, mert óvodás korom óta, ugye én a Széchenyi lakótelepen nőttem fel, tehát ott éltem majdnem 20 évig, és már óvodás koromban, általános iskolás koromban mesemondó és versmondó versenyekre jártam, utóbbival kapcsolatban ugye voltak városi, megyei és országos szintű ilyen rendezvények, és akkor a Széchenyi körülti általános iskolában, piros iskolában ismerkedtem meg a dráma szakkörrel, ott ha jól emlékszem, talán már felső éves voltam, és akkor ilyen hatodik környékén lehetett jelentkezni dráma szakkörre, és ugye a családban is volt kötődés, mind a színházhoz, mind a színpadhoz, etc., és akkor úgy gondoltam, hogy akkor próbáljuk meg ezt, nagyon tetszett, majd utána ugyanezen a vonalon elindulva jelentkeztem a Széchenyi István gimnáziumba, szintén drámaszakra, és ott két vagy három évig voltam drámaszakos, aztán ezt leadtam. Valahogy jött egy lázadó korszak, és úgy gondoltam, hogy hát én biztos, hogy nem ezzel akarok foglalkozni, és mennyire érdekes meg az élet, hogy mégis visszaterelt e felé.
akkor ott már ugye dráma, azt gondolom az ember, hogy ott több volt a színjátszás, kevesebb az ének. Persze. De persze. Valamikor azért közben kiderült, hogy azért az ének ez meg nagyon vonzó. Igen, a dráma tagozat alatt igazság szerint inkább ez egy prózai képzés volt, mintsem ilyen zenés képzés, tehát azért 95%-ban több volt a próza. Csináltunk saját darabokat, rendeztek nekünk saját darabokat, és nagyon élveztük. De még egyszer mondom, valahogy jött egy lázadó korszak. Elkezdtem gitározni gimnázium évek alatt, és volt egy együttesünk, akikkel iskolai rendezvényen és városi rendezvényeken is, inkább úgy mondom, hogy városi szórakozó helyeken, az éjszakában itt-ott felléptünk, és nagyon szerettük. Valahogy az is véget ért, elkerültünk egyetemre, Szegedre, ahogy említetted, és akkor a szegedi évek alatt egy-egy, és mind Szegeden, mind Szolnokon, egy-egy ilyen karaoke buli keretén belül, valahogy ez megint elkezdődött ez az éneklés, és nagyon sokan biztattak, hogy hát miért nem ezzel foglalkozott, hát miért nem csinálod ezt? Hát, és akkor végül is adtam a szavukra, és az egyetem elvégzése után én haza visszakerültem Szolnokra, elkezdtem énektanárhoz járni, itt a városban sokan ismerik Bálint Erikát. Hogyne, hát mindenki, aki nála nem tanul, az nincs is. Így. És hozzá kezdtem el járni, és akkor így kezdődött a történet. Utána elkerültem egy versenyre, egy énekversenyre, és végül is ott kezdődött minden, amit tehát Erikától is természetesen, meg az énekléstől is. De igazság szerint ezen az énekversenyen kezdődött el az, amit úgy mondok, hogy egy teljesen más utazásra hívott az élet, és ez az utazás hál' Istennek azóta is tart. Hát ezt nem tudjuk megmutatni a 0 kilométerkőt, mert abból nekem még nincs fölvételem, de hát hogyha neked van, nekem már abból vannak, ami bizony nagyon sok és nagyon komoly, mert ugye van egy másik jellegű műsorunk, ahol az idősebb közönség az operettet, magyar nótát, a musicalt nagyon szeretik, de hát itt most elindulunk, kaptam tőled egy jó kis csokrot egyébként, és ebből a csokorból fogunk válogatni, majd miután lement, arra kérlek, hogy kommentáld, hogy mi is volt és hogy volt, úgyhogy Lucky Péter első száma következik. Strázsamester, csodálkozom kegyeden, két legénynek egy leányon összeveszti kár. Én a strázsamestert sokkal jobban szeretem, oly van ennyi baj, ez szinte borzadály. Huncut ez a Tóbiás, Panni lelkem jól vigyáz, mert ha megcsasz borulja, Ladilo, a babának meghívom, pike gombos honvéd lettem, Ladilon. Ladilon, ha marad még papírom, megírom, hogy megfélcsoljon, hozzá mindig hű maradjon. Ladilon, de ha lesz egy Ladilon, kitörölni azt a szót, hogy szeretem, ám erre adtam soha ne legyen, maradjon meg ő a szívemben. Én a tisztelt úrnak nem kívánok egyebet, boldogítsa néhány hétig Panni kegyedet. Hogyha így beszél egy pofont, mindjárt lekelek, ne ijeszte meg a főlegényemet. Pannikám, én bámullak, hogy te milyen bátor vagy. Csap fel, húgom, honvédna, Ladilo, ha várlak, megívom, mire gombos honvéd lettem, Ladilo. Ladilo, ha ma lesz egy papírom, megírom, hogy meg ne csaljon, hozzám mindig kimaradjon. Ladilo, ha ma lesz egy Ladilo, kitörölni azt a szót, hogy szeretem. Ha merre akar, soha ne legyen, maradjon meg ő a szívemben. Hát 2020, hallod, amikor közben beszélgetünk, hogy ez még épp belefért itt a Covid környékén, ugye ez nyári fölvétel? Ez nyári fölvétel, ez 2020. augusztus
elején. Aha. Jól emlékszem. Igen, akkor kicsit felszabadították. Igen, igen, olyan 7-8-a körületet nem vennék rám mérget, de, uh-huh. de nagyon, nagyon örültünk neki, hogy ugye az előző évekkel ellentétben ugye most a budavári palota koncertek ugye a nevéből is adódóan ugye ez egy többnapos rendezvényé nőtte ki magát, de sajnálatosan ugye a járványnak köszönhetően ebben az évben csak egyetlen egy gála estet, az imént látott gálaestet tudtuk abszolválni, de ennek is nagyon örültünk, hogy legalább nyáron ez az egy, vagy nem csak egy természetesen, mert voltak azért nyáron uh-huh. más elfoglaltságok is, de a palota koncertekkel kapcsolatban, mivel ez tényleg egy most már 9. éve tartó hagyomány, nagyon örültünk, hogy nem kellett kihagyni 2020-ban ezt a rendezvényt, mert tényleg nagyon szeretjük, és a szívünk az nagyon közel áll. És ugye bent a várudvarban, az ötlet is 2013 akkor volt az igen, első, ugye? 2013-ban. Dr. Vadász Dániel és Nacsa Oliver, mint a produkciónak a két producerei, uh-huh. ötletgazdái találták ki ezt az egész rendezvényt, hogy a magyar operettet, mint ugye 2013 óta pláne Hungarikum is a magyar operett, mint a magyar operettet egy olyan hangulatú helyre, egy olyan milliőbe, egy olyan impozáns helyre tegyék, ami méltó módon tudja megünnepelni a magyar operettet, és hála jó Istennek itt a budavári palota koncertek az utóbbi 8 évben tényleg a magyar operett játszásnak az egyik vagy a legnagyobb ünnepévé nőtte ki magát. Úgy bírom, hogy hallod, 31 évesen az operettről így beszélsz, mert azért látva, néha beszélgetve, és kimondhatjuk ezt a dolgot, hogy nagyon sok helyen, vagy a mai fiataloknál, vagy bárhol, ciki a műfaj. Ugye, és közben, hát iszonyú nagy múltja van, igen. amikor ez indult, akkor még majdnem németül énekelték, ugye már a Bécs Magyar Monarchiában, és a mai napig itt van. És közben persze vannak olyan mai zenekarok, amik nem hogy ennyi évet megélnek, vagy játsszák őket, vagy fönnmaradjanak, hanem gyakorlatilag ilyen perc emberkék szoktak lenni. Te hogy vagy ebben? Igen, az az igazság, hogy tegyük helyre ezt a dolgot. Tegyük helyre, amúgy abszolút jó, amit kérdeztél, és én úgy gondolom, hogy ezt a műfajt évtizedről évtizedre eltemetik. Mindig van valami, ami azt mondja, hogy hát ez már egy idei, vagy valaki, vagy valami, uh-huh. vagy valakik, akik azt mondják, hogy ez egy idejét múlt történet, ez egy múzeumban való dolog, ez valamiféle gicses dolog. Mi ebben nem hiszünk. Ezt a műfajt ezt lehet ízlésesen is játszani, uh-huh. mindenféle ripacság és gicsesség nélkül. Megvannak az operettnek azok a konzervatív elemei, amiket fel kell vonultatnia egy előadás alkalmával, viszont pont ez az a műfaj egy, amit az előbb mondtam, mindig eltemetik, de mindig megújul. Uh-huh. Itt van velünk már hát azért most már hát egy több mint 100 éve, sőt, már 150 éve itt van velünk, hogyha mondjuk az 1840-es évekig megyünk vissza, ami még nem a magyar operett, vagy a Bécsi operett, hanem a francia operett Offenbach része, de hát például már a 18. század elejéről is vannak olyan forrásaink, amiket, sőt a 18. század közepéről, amik egy-egy intermezzóból kinőtt vígoperát neveznek, operettnek, mert hogy az opera szériákat szakították meg ezek a kis intermezzók, és ezekből nőtte ki magát utána a műfaj. Tehát nagyon érdekes, hogy az emberek nem tudják, hogy például Jean-Jacques Rousseau, a felvilágosodás egyik nagy zsenije is zeneszerző volt, és hogy például a Falusi Jós című vígoperáját már a források uh-huh. itt-ott operettnek nevezték. Tehát helyre kell tenni mindenféleképpen uh-huh. szerintem ezeket a tévhiteket az operettel kapcsolatban. Az biztos, hogy megújítható, megújuló, mindig megújul, kellenek hozzá új emberek, új gondolatok, újféle innovációk. Mondjuk, hogyha csak arra gondolok, hogy mi az elmúlt évtizedben próbálkoztunk olyan elemekkel, amik például nagyon furcsán fog hangzani, rap. Hip-hop tánc. És nagyon érdekes, hogy... Betétként az abszolút, operetten tehát voltak olyan gálaműsoraink, például itt a Palota koncerteken uh-huh. is, és voltak olyan darabjaink bent uh-huh. az Operett Színházban is, amikbe belepakolgattuk ezeket a... Vagy hát a rendező. Így van, a rendezők és a koreográfusok belepakolgatták ezeket a fajta mozdulatokat. Volt, akinek nagyon tetszett, volt, akinek nem tetszett, hát ez nagyon ambivalens. Ízlések és pofonok. De hogy nagyon érdekes volt, hogy tényleg voltak olyan emberek, akik azt mondták, hogy ez a műfaj elbírja azt, hogy belenyúljunk helyel közel, természetesen megtartva azért a szerzőnek a szándékát. Bocsáss meg, Rejtőjenő egyik darabja szerintem pont az Operett Színházban, és tényleg volt benne egy kis rebbetét.
ha jól gondolom, de ezt majd utána megfejtjük, hogy jól gondolom a darabot, meg az majd az előadót, majd hogyha el is indítunk egy bejátszást, ebben nem tudom, hogy lesz operett, de majd utána mondjuk még lehet, hogy a palottát, de utána nem csak operettet érdekelsz, majd más dalokat is, abból is láthatnak majd önök, úgyhogy jön most a következő kis bejátszó. Várj, drágám, várj! Hiszen csak azért fogtam meg az autóban a Charlie kezét, mert hirtelen fordult a kocsi, és nem akartam az ölébe esni. Én csak is a te öletbe szeretek esni. Esküszöm! Esküszöm! Hú, szeretlek, majd megesznek, állja, hogyha részleteznek, édes párocská. Néha jaj, de sújt a bánat, hogyha nem takarja szádot, mézes, lázos szád. Az a hiba, hogy egyetlen szabadat én, ezért ugye kis anyuka nem hihetém. Már pedig, ha mondom neked, feláldozom az életed, érted szívecském. Galambom, bom-bom, galambom, bom-bom, galambom, bom-bom-bom. Ha mondom, dom-dom, ha mondom, dom-dom, ha mondom, dom-dom-dom. Szeretlek, ha már száma szalni, akár ott a tárkán, takátni. Szívem kitegedett, emelem a kiteledet, édes angyalkám! Csaj visz az borratba, három kalap, meg egy ruha, kenés hármasra! Rossz veled, kis anyukám, a veszekedés! Három kalap egyszerre nem lesz-e kevés! Nem veszed meg, elvehezze, hisz barátom, úgy szerezte, mint kecskét a kés! Galambom, 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 szeretek, ha már szád a számé, akár a tatárkán, takárné. Figyelj, iszonyú jó kis szám volt, hallod? Köszönjük szépen. Komoly akrobatikát is kell tanulni a színész, meg az énekmesterség mellett. Igen, hál' Istennek, ugye a műfajban, hogyha visszamegyünk egy picit, 60-70-es, 70-80-es évektől kezdve, azért ez az akrobatika, ez a magyar operett játszásnak egy ilyen emblematikus része lett. Elképzelhetetlen az operett, szerintem a nézők számára is, meg számunkra is, hatalmas táncok, akrobatika és egyéb ilyen dolgok nélkül. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy tetszett a dal. Ez, ha jól emlékszem, ez a 2019-es Budavári Palota koncerteken volt, Fényes Szabolcs, Harmat Imre, Maja című operettjéből adtuk elő Dancs Anna Marival. Az előzőekben pedig azt viszont nem mondtam el, az pedig Huszka Jenő Mária Főhadnagy című operettjében felcsendülő Ladilom című dal, ez pedig Bojtos Lucával és Dénes Viktor kollégámmal adtuk elő, és pont ezt akartam az előbb mondani, ne haragudj, hogy ennyit beszélek, de szoktam. De örülök, nekem könnyű dolgom van, hátradőlök és iszom szavai. Bocsánat, csak hogy pont az előbb emlegetett dolog, tehát hogy innováció, az is egy innováció, hogy ezt a műfajt, ezt fiatalokkal adjuk elő. Tehát egy fiatal, hogyha beül az előadásunkra, vagy beül egy operett előadásra, teljesen máshogy veszi, hogyha fiataloktól kapja. Most nem akarom megszólni a közép és idős korosztály, félreértés ne essék, mert vannak olyan szerepkörök, amik viszont megkövetelik azt, hogy egy ember legyen, az primadonna, Bon Vivant, vagy Buffo, vagy a Grand Dame, vagy bárki. Milyen, hogy ezeket mondod, mert ugye ezek... hogy is vannak? Táncos komikus, buffó. Így van, szubrett, stb. Ugye a hölgyeknél külön, a férfiak nem külön. Így van. Tehát, hogy teljesen más, hogyha egy fiatal beül, és azt látja, hogy egy vele egykorú, vagy talán egy pár évvel idősebb ember ugrálgat a színpadon és énekel, teljesen máshogy veszik. Tehát, hogy nagyon sok előadásunk volt, mind musical, mind operett műfajban, amik diák előadások voltak, gyerek előadások voltak, és én azt vettük észre, csak mondok egy példát, talán 2017-18-ban a Lady Budapest című musical egyik előadásán, tehát akkora tomboló siker volt, hogy jöttek a fiatalok, és hogy szétverték a házat, hál' Istennek, és voltak azért így, pláne ilyen délutánonként, ilyen
hétköznap és hétvégén délutánonként ilyen diáki előadások, és nagyon szerették. Tehát független attól, hogy most ez musical, és esetleg azt mondjuk, hogy ez könnyedebb, és közelebb áll a fiataloktólhoz, vagy ami szerintem egy tévhit, vagy operet, mert tényleg, hogyha egy-egy előadás után szétnézünk a nézőtéren, azért ott nagyon sok fiatalt látunk. Tehát nem csak idős, meg középkorosztály. Én benne. Közben azért rájöttem, ugye elég sokat voltam a kedvesem Operett Színházba, meg hát annak idején itt Szolnokon is, hogy rájöttem, hogy egyébként a fiatal nézőket mivel lehet bevonzani a színházba vagy az operetbe, és messzebbről indítok, de valahol őrségváltás van most a színészekbe, színésznőkbe. Uh-huh. És a mondatodhoz kapcsolódva, hogy amikor megjelentek a sármos fiatal emberek, nagyon szép hölgyek, jó hanggal, jó mozgással, Dolhai Attila, Bereckiék, Szinetárdóra, tudod, az első generáció, nem is tudom, hogy anyadik, lehet, hogy rosszul is mondom, de hogy akkor bevonzotta, és utána, amikor ott vagytok ti, hát a fiatalok meg azért mennek látok. Így van, és ugye, hogyha visszacsatolunk ugye a beszélgetés elejére, hogy ugye kell az innovációs, kellenek a fiatalok, akkor ez, és az, hogy a maga a műfaj, hogy még mindig fent tud maradni, hát ezzel a megújulással, hogy mindig meg tud újulni, mindig jön egy új ember, jön egy fiatal, akire lehet építkezni, vagy akivel lehet dolgozni, és akit megszeret a közönség, és aki szorgalmas és alázatos. Szerintem ez így működött is világéletben ennél a műfajnál. Az operett és a musical között azért látom, hogy az operettet nagyon megkedvelted, de az technikában merőben más éneklési stílust kíván? Igen, nekem ugye én inkább ilyen, tehát nem, hát én klasszikus hangképzést tanultam, és azt is képzem 90%-ban. Nem áll messze tőlem a musical. Egyszer azt mondta valaki, hogy olyan, mintha elefánt a porcelánból. Én ebben nem hiszek, mert nagyon sok musicalt klasszikusan is énekelnek, pláne külföldön, de természetesen itthon is van rá precedens. De én nagyon szeretem a musicalt, de a klasszikus hangképzésemhez közelebb áll a klasszikusabb operett műfaja, de van arra példa, meg volt arra példa, és remélem, hogy a későbbiekben is lesz, hogy musicalekben is ugyanúgy alkalmaznak, és úgy számítanak rám, mint az operett színházban, mint máshol, mint például egy operett előadás. Ezt jól mondod, mert az imént megcsapta a fülemet, még néztük ezt a kis bejátszást, hogy azért itt is végig kell vinni a szamár létrát szépen fokozatosan fölfelé. Igen. Hogy stúdióba indítottál. Igen, én az operett színház stúdiójában nyertem felvételt, mert hogy a beszélgetés elején említettük, ez a verseny, az ének verseny, ez Várpalotán volt. Az volt a pontos címe, hogy zenés színház, ahol sztárok leszünk, tehetség, országos tehetségkutató verseny, és ezt az országos musicalis operett kurzus hirdette meg, és ez volt 2013-ban? Igen, 13 tavaszán. Ott én fődíjas lettem operett kategóriában, és akkor a fődíjnak a tárgya az volt, hogy egy 3 hétig tartó operett és musical kurzuson való részvételt nyertem. És a kurzusnak a gála estjét Somogyi Szilárd rendezte, aki az Operett Színházban, az Operett Színház egyik rendezője, egyik Nádasdy díjas rendezője, és a gála est után, hál' Istennek, nagyon jól sikerült a gála est, ő odajött hozzám, és akkor informált arról, hogy itt szeptember elején náluk az Operett Színházban a Pesti Broadway Fesztivál keretein belül lesz egy pótfelvétel, ahol is be lehetne kerülni a Pesti Broadway Musical stúdióba, és hogy készüljek föl, és hogyha szeretnék, akkor jöjjek el, és várnak szeretettel, mutassam meg, mit tudok. És akkor az első ilyen felvételi, az effektíve ott a Nagymező utcán, tudom én, 1000 ember előtt történt, ahol is, hogy ez így meg kellett nyilvánulni. De hál' Istennek nagyon jól sikerült, és hál' Istennek felvételt nyertem ebbe az intézménybe, és visszacsatolva még a kurzusra, hogy tényleg ez egy annyira jó kezdeményezés, hogy fiatalokat gyűjtenek országszerte, fiatalokat is várnak természetesen, most 2021-ben is, tehát az Országos Musical és Operett kurzus várja a fiatalokat, akik szeretnének megismerkedni a zenés színház fortéjaival. A kurzus ugye egyik vezetője Szabó Szilvia énekművész, tevékenykedik még a kurzuson Peller Károly, aki az Operett Színház egy kiváló művésze és kedves kollégám, vagy például Szabó Máté koreográfus, de hogy itt tényleg a gyerekek, a fiatalok tényleg megismerkednek
megismerkedhetnek a zenés színház minden egyes, szinte azt lehet azt mondani, minden egyes szekciójával. Táncolnak, balettgyakorlat, énekelnek, ének, hangképzés, színpadi mozgás, showtánc, minden, próza is egyéb. Tehát, hogy mindent ilyen komplexen lefed, mint amiről mondjuk a zenés színház is szól, vagy az operett is szól, mert ez egy komplex műfaj. És én is ott kezdtem 2013-ban ezen a kurzuson, és hát... Azóta is tart ez a... Azon gondolkodom, de ezt majd csak azután mondd el, miután jön a következő bejátszás, hogy mikor dőlt el véglegesen, hogy ott hagyod a jó kis történészi szakmát, és fölcseréled erre. Mert ugye 13, ez pont olyan határeset lehetett, bár nem tudom, hogy mikor végeztél a Juhász Gyulán, vagy egyáltalán abban a dologban ténykedtél-e, de hát azért jön ez a beszélgetés, hogy azért föladom a leckét, te tudsz gondolkodni, de jön egy következő jó kis ének Laki Pétertől.
Egy másik oldaladat mutattad itt, hallod. Gyakran lemész. Operetnél nem lehet lemenni, csak úgymond a hakniba, amikor vidéken vagytok. Ez, lehet ezt a kifejezést használni, ugye, a fellépés rakni, hogyha valahol abszolút, vagytok vidéken. Abszolút, abszolút. Hál' Istennek nagyon sok helyre hívnak. Most ugye a Covid miatt ez ugye eléggé meghiúsult, meg meghiúsultak ezek a találkozások a közönséggel itt 2020-ban. Talán még évelején ugye erre volt lehetőség, de márciustól kezdve egészen június végéig szinte semmi. De nagyon reméljük, hogy ismét fel tudjuk venni ezt a fonalat, ezt az úgymond fellépéses hakni fonalat, mert bárki bármit mond ezekről a haknikról, ugye van egy kialakult erős, szerintem egy negatív tévképzet. Át lehet esni a ló túlról oldalára ezekkel kapcsolatban is, de szerintem aki ezt ízlésesen csinálja, és tényleg, mert tényleg volt olyan, hogy az autóból élt az ember, ott töltözött és társai, tehát hogy ezt is túlzásba lehet vinni, de szerintem igenis ezek a haknik, ezek nagyon jó arra, hogy találkozunk a közönséggel, nagyon jó arra, hogy bocsánat, hogy ezt mondom, hogy csináljunk egy marketinget nem csak saját magunknak, hanem az intézménynek, az előadásainknak, amiben szerepelünk, tehát hogy igenis ezekre a haknikra szerintem mindenféleképpen szükség van, és kell is. Ez is egy tatai fellépés alkalmával csendült fel. Van olyan, hogy a szervezők kérnek dalt, és mondjuk nem csak operettel vagy musicallel készülünk, hanem megadják a dalokat, hogy most ebből szeretnének szemezgetni, és mi lenne, hogyha rád gondoltunk erre, ennél és annál a dalnál. És ez is egy ilyen volt a Bródi János Földvár felé félúton című dal, a tatai szervező felhívott, és azt mondta, hogy figyelj Péter, mi lenne, hogyha ez lenne? Hát evidens, hogy az ember azt mondja, hogy persze, eléneklem is. De nagyon jó, mert ahogy te is említetted, hogy egy teljesen más oldaláról ismerik meg az embert. Azért nem tévesztjük szem elől azt a kérdést, amit föltettem, hogy 2013 környékén akkor már végleg eldőlt, amikor jelentkeztél egyébként ide a stúdióba, és magaddal, vagy a szülőkkel is megbeszélve, hogy akkor az énekesi pályára adod a fejed? Alapjáraton itt Szolnokváros szerte volt azért egy pár fellépés, városházi esték, stb., ahol én így meg tudtam magam mutatni, akkor még inkább könnyű zenében, bár a vége felé már inkább operett is volt a repertoárban. Nagyon sokan biztattak, hogy menni kell tovább, és fel kell menni Budapestre, és be kell iratkozni egy olyan iskolába, ahol ezzel specifikusan foglalkoznak. És a szülőkben is akkor már azért, hát akkor már nem voltam annyira fiatal, tehát 22 éves lehettem, 23, amikor azt mondtam, hogy igen, én szerintem ezzel kell, hogy foglalkozzak. Hál' Istennek nagyon támogattak benne, nagyon óva intettek, de hát ugye szerintem ez minden szülőnél így van, hogy legyen egy rendes foglalkozásod, így van. Mellette. De tényleg az egyetem után, hogy befejeztem, utána volt egy kis idő, míg itthon voltam Szolnokon, akkor volt egy útkeresés az én életemben, akkor az alatt, az egy másfél év alatt, és akkor már elkezdődött ez az éneklés. És akkor úgy döntöttem, hogy akkor ez lesz az, amivel én foglalkozni szeretnék. Persze, ez egy nagyon, nagyon képlékeny történet volt akkor, és tele volt mindenféle fajta veszéllyel, hogy én hova siklok el, de hál' Istennek olyan mind a szüleimtől, és mind az Operett Színházi, és már a Pesti Broadway stúdióban lévő tanároktól. Tehát egy az, hogy nagyon jókat tanultam, meg hogy mindig afelé tendáltak, ami nekem az utam. Itt Szolnokon is eléggé nehezen megy, ugye próbálnak, illetve ismerkedünk ezzel az új kifejezéssel, úgy, hogyha nincs a Covid, akkor lehet, hogy nem is jön be ez a szóhasználat, be ez a bizonyos streamelés, hogy ugye mi, hál' Istennek, itt alattunk a színház próbál, kollégák lemennek, fölveszik az előadást, és akkor kiküldik a online elérhetőséget a nézőköz. Operettben is van ez a dolog? Igen, most már több hónapja tart ez az előadásoknak a streamelése. Nagyon örülünk neki, hogy így is eljuthatunk a nézőkhöz, de nem olyan. Tehát de nincs nem olyan, meg a kémia. Van. Amikor nincs közönség, nincs. Ugye, amikor csak a üres teljesen, széknek énekez. Teljesen más az a csönd, amikor ott ül a néző, meg más az a csönd, amikor, tehát a csöndről van szó, amikor, de amikor nem ül ott, az nincs a varázslat. Nincs az a kémia, de próbáljuk megteremteni ezt a varázslatot, ezt a színháznak nevezett varázslatot. Nagyon nehéz a néző nélkül, és nagyon reméljük, hogy hogy minél előbb most már jöhetnek a nézők, mert ahogy hallottuk a visszaigazolásokból is, tehát hogy ők is nagyon kivannak már éhezve arra, hogy jöhessenek. Hát most folytatjuk a beszélgetésünket egy következő dallal, hogy ez mi lesz, legyen meglepetés, lehet, hogy egy másik oldalad vagy operett, mindjárt kiderül.
Óvatosan, Freddy. Hogyha szerettél engemet, úgy, mint én tégedet, összepuszilnám képedet, négy helyet, hallj! Mit tegyek én, egy gyönge lány? Távol a férfi, a sivány, nem tudok ellenállani néki, hirtelen megvan a baj! Szép piros ajkad, angyalkám, csókolnám, csókolnám, csüngeni tudnék szüntelen, pici szádom, pompás az alkalom. Gonosz nagyon! Jevdém! Közelép, kis angyalom! Gyere, csókolj meg, szaporán, tupicán! Ha megfőztél most, meg elvélte meg ám! Tűnöm nagy kics, de nekem csöpsics, aki vár, nem szerethet igazán! Gyere, csókolj meg, szaporán, tupicán! Ha megfőztél most, meg elvélte meg ám! Alig várom, oda tartom a forró szám. Jó, hogy a vízes udvarlók nem tudják, mi feneketlen ostobán, ostobán ők. Szép vagyok én és szellemdús, nincs olyan se, hogy viccem búcs, bomlanak éppen értem ezért a szép kicsi, jó kicsi nő. Spandikál, kis topán, nézi a férfi ostobán, szinte szánom. Pompás az alkalom. Maga gonosz nagyon. Jertép. Közelép, kis angyalom. Gyere, csókolj meg, szaporán, tupicán. Ha megfőztél most, meg a gyilte meg ám. Tülelem nagy kincs, de nekem csöpsés. Aki vár, nem szerethet igazán. Hey, hopp! Gyere, csókolj meg, szaporán, tupicán. Ha megfőztél most, meg a gyilte meg ám. Így a három, alig várom. Oda tartom a forró szám. Na! Hát figyelj, Peti, ez én irigyellek, nagyon jó dolgod van, hallod. Hát ugye mi így kívülállók azért mindig csöppet tényleg irigykedünk, hogy amikor váltogatod a partnereket, hány színésznőt fogyasztottál már? Alapjáraton... különböző ugye például a Szilvivel nagyon sokat játszottunk együtt, nagyon sokat léptünk fel együtt, nem csak az előbb említett előadások keretén belül, hanem gálákon, fellépéseken, haknikon, de ugyanígy Anna Marival is, ugye, a Dancs Anna Marival, például vele annó és egy másik kedves kolléganőmmel, a Janzakatával volt, hogy elmentünk 10 napra egy erdélyi turnéra, és akkor Erdélyt beutaztuk keresztül Kasul. Ők ketten azok, így operett műfajon belül, akikkel nagyon-nagyon sok előadást csináltunk végig, a Szendi Szilvi és a Dancs Anna Mari, de természetesen vannak mellettük fiatalabbak, vagy mások is, akikkel szintén azért együttműködtünk az évek alatt. De nem megsértve senkit, alapjáraton nekem a két ilyen örök partner, az a Szilvi és az Anna Mari. Mert tényleg olyan régre visszanyúlik ez, hogy nagyon-nagyon sok szép emlék köt hozzájuk. Pontos egy kicsit az összeszokás, mert valamikor a rendező például azt mondja, hogy hát most Petikém, nem a Szilvit kapod, vagy nem a Marit, hanem ott van egy színésznő. Van olyan, és persze. Akkor az neked is egy új kihívás, nem? Mert nyilván már, amikor volt vagy 10-20-30-40-50 föllépésetek, akkor már fél mosolyból vagy kacsintásból is tudjátok egymást. Abszolút, a fél szavakból is, és nagyon érdekes, hogy az ember megismeri a másiknak a rezdüléseit tényleg. Tehát, hogy volt olyan, emlékszem, a Szilvi mondta az egyik előadás kapcsán, amikor is nem én álltam mellette, hogy figyelj, azt mondja, hogy máshogy adja a kezét, meg máshogy fog meg, mert tényleg valóban az ember annyira, emberek annyira egymáshoz szoknak, és annyira ismerik a másik rezdülését, és hogy hova lép, és hogy mit csinál, hogy
elvitathatatlan, hogy egy ilyen szubrett táncos komikus páros között megvan egy az, hogy meg kell, hogy legyen az a kémia és az az összhang, ami nélkül nem működik. Uh-huh. Tényleg nem működik a történet. Volt olyan, hogy valaki lebetegedett, te kolléganőd vagy, aki is be kellett ugrani? Abszolút, nagyon sokszor előfordult. Volt olyan is, hogy a páromnak február 13-án van a születésnapja, és 12-én reggel hívtak, hogy 13-án hajnalban ki kéne utazni Münchenbe, mert az egyik kollega lebetegedett. És akkor kérdeztem, hogy milyen dalokat kell énekelni, németül kell, jó, nem baj, melyikeket tudod, ezeket, és akkor a többivel mi legyen? A többi menjen magyarul, de hogy a műsornak le kellett menni. Tehát vannak ilyen beugrások mind belföldön, mind külföldön egyaránt. Hát ilyenkor azért ugye, hála jó Istennek, a hozzátartozók ezt tudják tolerálni, bármilyen is van szó, bár ott a születésnap környékén azért volt egy kis szájhúzogatás, de a párom részéről abszolút megértem, de van ilyen, hogy be kell ugrani, és akkor egy másik partnerrel találkozik az ember, akivel szintén teljesen jó az összhang, és tudunk együtt dolgozni. Természetesen az előadások előtt ilyenkor azért van egy kis párbeszéd kettőnk között, hogy te azt hogy csinálod, ott merre mész, ott hogy adod a kezed. Súgó van ilyenkor, azért ott persze, is mindig kell, hogy legyen, persze, ugye? Persze. Bár mondjuk az énekből nem tudnak súgni. Kell. Én nem vagyok ilyen nagy súgó, súgós, de mert én nem tudom, valahogy nekem, hála jó Istennek, jó agyam van, nem nagyon ritka volt az, hogy nekem kellett, de azért van egy-két kollega, aki súgó nélkül nem igazán. Tényleg? Hát van. Milyen hát, jó, most leszüstötted a szenvedet, és akkor így név nélkül nyugodtan név nélkül. Hát persze, hát ez szerintem mindenhol megvan, hogy vannak szövegnagy birtokosok, meg vannak kevésbé. De jó, szövegnagy birtokosok. Vannak, akik nem nagy szövegnagybirtokosok, de nincs ezzel semmi gond, ők így léteznek, és így tudnak tökéleteset alkotni. De tartunk, akkor kulisszatitok megint. Ugratások. Tehát amikor már megy 40-et egy előadás, és akkor már kicsit unjátok. Vagy nem is unját, nem, lehet, hogy rossz kifejezés, de hogy mindig ugyanaz, és akkor a kollégák egymást ugratják valamivel. Abszolút. Vannak ilyenek. Soha nem felejtem el a Lehár Ferenc Mosolyországa című operetben volt egy kép a nyitányban, ami a konzervatív kínai udvart ábrázolta, ahol is én, mint a követségi titkár Fuli, álltam szembe a közönséggel, körülöttem, meg előttem minden, de én egy emelvényen álltam, és előttem állt két nagyon kedves balettkari kollégám, akik tartottak egy könyvet. És a könyv előbb-utóbb így kinyílt. Most nem mondom, hogy mik voltak a könyvben írva és rajzolva, teljesen mindegy is, de hogy ugye az embernek akkor kell nevetni a legjobban, amikor nem lehet. Hogyne. És egy nyitányzene, egy nagy zenében, egy megjelenített konzervatív kínai udvarban, ahol tényleg mindenki úgy állt, hogy hát ott azért egy-két őszhajszál minden egyes előadás alkalmával keletkezett, mert hát ugye hát ott volt egy nagy nevettetés. De már annyira kellett nevetni, hogy az ér dagadta a nyakamon, a homlokomba, és a fodrásztárból lejöttek, hogy ezt nézzétek, hogy bírja. Ja, mert ilyenkor a kollégák jönnek, tudják, hogy figyeljetek, készüljetek arra a jelenetre, mert ott történik persze, valami. Mert körül volt szerintem, ez így körül volt, nem is tudom, körül haknizták ezzel az épületet, hogy nyitánykor gyertek le, nyitánykor, ezt láttatok-e? Vannak ilyenek, de hát ezeken jót nevettünk akkor is, meg most is. Na, és ahogy a régi nagy öregekkel, hogy van, mert igazán ők a nagy tudói, tudod, akik még látták a Latabár Kálmányt élőben, hogy vagy mi, hogy ezekről milyen történeteket tudtok ti hallani így 31 évesen, azután, miután megnéztünk még tőled egy következő jó kis zenés darabot, hogy melyikből kiderül majd utána. Gyere cigány, ide hozzád, húzd el otthám! Tedd ki szíved a vonóra, és úgy muzsikálj! Sose búsulj tubicán! Felejts, ne is gondolj rá! Húzasd el a cigánnyal a notádat!
muzsikája szomorúan, úgy, ahogy van így. Muzsikája olyan búsan, ahogy senki még. Jó, azért megy tovább, a nézők azért hallgatják, ezt finálénak hívják. Így van. Itt így a krém java, mindenki ott volt a színpadon a végén, és a, nektek a nagy elismerés persze a taps. És a öregekről beszéltem, de nyilván nem megsértve Oswald Marikát, de mondjuk őt rangidősnek hívnám ebben a műfajban. Igen, igen, igen. Örökös tag is ő, azt hiszem. Marika, ő egy ilyen... Ő egy ilyen csoda ebben a műfajban, de tényleg, hogy hát tényleg a szó... Cigánykereket szó... még most is állja, ugye? Volt egy beszélgetés, az egy, a volt énektanárom, a Kovács Brigittával volt egy ének, volt egy beszélgetés a Marikának, és kérdezte tőle a Brigi néni, hogy hát Marika, hát te hogy tudsz ilyet, hogy futsz a színpadon, meg cigánykerék, meg szaltó, meg bukfensz, hát én járni alig bírok. És azt mondta erre a Marika, hogy ja, járni? Járni azt én sem. Tehát Marika ilyen abszolút, ő egy ilyen csoda, és nagyon-nagyon örülünk, hogy tőle is tanulhattunk, és hogy köztünk van, és hogy nagyon reméljük, hogy még nagyon sokáig köztünk lesz, és művelni fogja ezt a műfajt. És a kérdésedre visszacsatolva egy pillanatra, hogy ugye a nagyon nagy öregekkel, igen, ugye nekem már nem volt szerencsém játszani, de amíg olyan legendák állnak mellettünk a színpadon, mint az Oswald Marika vagy a Lehocki Zsuzsa, abszolút, akkor úgy gondolom, hogy azt az öröklést, azt mi is át tudjuk venni, amit annó ők is átvettek. Ugye, mert mégiscsak egy szentély, ugye ez az egész színházi dolog, amikor az ember oda bemegy akár nézőként, mondom, akár színészként, akkor egészen más szellemként vagytok ott. Abszolút. Jövőkép, és utána még lesz majd egy hétköznapi hős című dalod, ami más oldalad ismét. Ember tervez, ugye a Covid végez, de azért lassan biztosan most már lehet azt mondani, hogy idén szeptemberben majd egy új évad el tud tisztán indulni. Nagyon reméljük, hogy... Tehát magyar van egy műsorterv már. Folyamatosan dolgoznak bent a színházban, és valószínűleg dolgoznak a jövőn, hogy legyen. Ugye ezt megmondani egyelőre nem tudjuk. Amit nagyon várunk, az a nyár, amikor egy picit tudunk nyitni, és esetlegesen a szabadtéri rendezvényeket meg tudjuk tartani. Uh-huh. Majd most elárulok egy nagy titkot. Csak nekünk, csak most, csak két, nektek, négy szem közt. Hogy nagyon reméljük azt is, hogy a szolnoki közönség is egy gálaműsor erejéig tud velünk majd találkozni nyáron. Egyelőre még nem szeretnék semmit sem elárulni erről. Annyit kell tudni, hogy a Brávi produkciós iroda és a szolnoki szimfonikusok összefonódásából nagyon reméljük, vagy kóprodukciójából nagyon reméljük, hogy a nyáron létre tud jönni egy gála műsor itt Szolnokon. Ez az egyik, amit el akartam mondani. És hát nagyon reméljük, hogy a többi nyári rendezvényünk, így például a Palota koncertek is majd létre tudnak jönni, és azt is nagyon reméljük, hogy szeptemberben el tudunk indulni, és be tudjuk mutatni a bemutatóinkat, és reméljük, hogy jön a közönség végre. Fetikém, ez egy baromi jó végszó, nekem nem is kell hozzátenni semmi más, csak az, hogy egy kalappal minél több szerep érjen el, akkor találkozzunk veled ezen a talán meglepetés dolgon, kis koncerten nyáron, és akkor ősszel meg majd én téged látogatlak meg az Operett Színházban. Legyen így, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltál. Önöknek a figyelmet. Hát a zenevonat kikacsintott egy kicsit más műfajba, de szerintem nem bánhatták meg, akik velünk tartottak az elmúlt 50 percbe. Péterrel kezdtük, Péterrel végezzük ezt a mai adásunkat, és hogy ki lesz a jövő heti
meglepetés vendég, én már tudom, együttes lesz, jó kis zenét játszanak, szolnokiak, 90-es években voltak a csúcspontjukon, most újra előjöttek, és egy bakelitet is készítenek, de hogy kik lesznek, ők majd kiderül a következő adásunkból, most viszont Laki Péter. Köszönöm a figyelmüket! Máskorban, más helyen, hol újra kezdhetni az életem. Egy kis város terén, ha volna egy kis ház, hol nincs-e udvar, csend égi